Ahogy az ember öregszik, listát csinál magának, hogy mennyi mindenről hazudnak. Én most erről akarok beszélni. A teljes listát nem tudom itt végigmesélni. Az elejéről elmondok egy-két dolgot, és aztán egy csomó dokumentumfilmet szeretnék arról bemutatni, hogy ha megnézzünk egy kis állatot, én most csak főleg rovarokat gyűjtöttem ki, mennyire látszik, hogy totál elhűítenek minket az iskolába. És ezeket a filmeket végül is nagy nyilvánosság előtt az egész világon mutogatják, és az benne az érdekes, hogyha nem csinálnának belőlünk teljes zombit az iskolába, akkor számunkra is kiderülne, hogy na itt valami baj van. Ugye, hát az egyik kedvencem az a Pusztai Sanyinak is a kedvence a megalitikus építkezések. Az külön misét megérne egyszer, majd a Sanyit rá kéne mozdítani erre a témára. Tehát nekem az a nagyon határozott műszaki véleményem, hogy a három nagy egyiptomi Keops és Kufu meg Kefrém piramist nem építhették az egyiptomiak, teljesen kizárt. Ez akkor vált számomra világossá, amikor én magam bementem a nagy piramisba, és hát ott van egy rendkívül meredek lejtő, azon kell mondjuk majdnem hason fölkúszni. És miközött kúszik az ember, hát óriási nagy gránit tömbök, de ezek ilyen 100 tonnások. És az benne az érdekes, többek között, hogy a tömbök közé egy borotva pengét nem lehet becsúsztatni. Nem lehet. Na most tessék elképzelni, tegyük föl, hogy egész Egyiptom azon dolgozik, hogy reggeltől estig ezeket a tömböket csiszolja. Mondjuk, rámegy az egész lakosság, mert ez a gyémánt után a legkeményebb anyag a gránit. Tegyük föl, hogy valahogy ki tudják bányászni, nem tudom. De azt tessék megmondani, hogy ki és hogyan méretezte ezt a dolgokat, akkor, amikor nem volt laptop, nem volt számítógép, nem volt papírus, nem volt logarléc, hogy számították ki szög másodperc pontosságra azt, hogy na milyen szögben kell ezeknek egymáshoz képest állni, mert az egész biztos nem működik, hogy na, oda próbáljuk, gyerekek, még egy centit lecsiszolni róla, holnap reggel gyertek vissza. Aztán így tovább, így tovább, így tovább. Az a probléma, hogy az egyiptomiak sosem ismerték az acélt. Tehát megmérni se tudták tized milliméterre, század milliméterre, hogy na most ez mekkora. Az a következő probléma, hogyha lett volna a hatalmas acél sublerjük, tehát amivel távolságot tudnak mérni, akkor sem működhetett volna ez a dolog, tekintve, hogy Egyiptomban hatalmas hőingadozások vannak. Tehát mit tudom én, nappal elképzelhető, hogy 30 fok van, este meg 5 fok. Na most azt nem lehet kompenzálni, hogy na most a sublerrel mindig kizárólag délután 6-kor vagy reggel 7-kor fogunk mérni, és csak akkor. Tehát egy mérőeszköznek mindig működni kell, mert hogyha naponta csak egyszer mérhetnek, tegyük föl, hogy volt higanyos hőmérőjük, abban az esetben mondjuk meg tudják mérni, hogy igen, 24 fokos hőmérséklet mellett tized milliméter pontossággal le tudjuk mérni. De ez se elég, mert olyan hatalmas az építmény, hogyha tized milliméteres hibákat vétenek körülbelül 6 méteres, meg 10 méteres gránit tömböknél, a végére már nem lehet úgy összerakni ezeket a tömböket, hogy a borotva penge ne mehessen közéjük. Tehát itt óriási problémák vannak. Van persze egy lehetőség, a lézeres távolságmérés. Én egy darab lézeres távolságmérőt se láttam az egyiptomi múzeumban, hogy na elvesztettek, vagy kipottyant volna belőle a kristály, vagy ilyesmi. Ez nem jön össze.
Tehát komplett hülyének néznek minket, és ez azért érdekes, mert ott van mindenkinek a szeme előtt, látjuk. Itt ezer és ezer, vagy százezer és százezer építész tanult, azok azért tudják, hogy kell méretezni, meg pontosan tudják, hogy egy gránitot csiszolni, az mekkora feladat, nem jön össze. Ezt, ha az EU azt mondaná a közgépnek, hogy na építse a piramist, és véletlenül megnyerni azt a pályázatot, abban az esetben se tudnák megépíteni a közgép, vagy régebben ugye a Strabag Demokraták Szövetsége a Strabaggal, a Strabag se tudná megépíteni, senki nem tudja megépíteni. Van ennek a témának egy magyar kutatója, a Sali Róbert, nagyon szorgalmas ember, mindenki sajnos hülyének nézi, mert ő elment a helyszínre, ahol ezeket a nagy gránit tömböket Egyiptomba kibányázták. És azt lehet látni a bányák helyén, hogy minthogyha ilyen hatalmas kanállal megpuhították volna a gránit tömböket, és minthogyha csak puha agyag lett volna, ott van ma is, lefényképezte, mutogatja. Tehát minthogyha csak gyurma agyag lenne, úgy szedték ki ezeket, és akkor 10 milliméteres vagy 100 milliméteres pontossággal rakják ezeket össze. Ez csak így lehet összehozni, és ennek egy háromdimenziós tervezési program kell, hogy mögötte legyen. Lehet, hogy a Graphisoft már olyan régi cég, hogy akkor is terveztek, nem tudom, de tessék ennek utána gondolni, mert gondolkodni szabad. Akkor, na erről ennyit. A másik nagy terület, ami engem érdekel, gépészmérnök vagyok, nem építész, de amikor a 2001-es szeptemberi merényletnek nézem a videóit, én előtte New Yorkban dolgoztam másfél évig egy nagy amerikai nukleáris kutatóintézetbe, úgyhogy hétvégenként New Yorkba csavarogtam. Hát persze fölmentünk az ikertornyok tetejére, meg ott Manhattan belsejébe minden házat ismertem. Na most van egy videó, az nagyon tetszik nekem, a úgynevezett hetes számú tömb. Ez is a két ikertorony leomlása után így dőlt össze. Van, a neten fönn van egy csomó videó, így dőlt össze, de oda nem csapódott semmiféle repülő. Na most, mindaddig nekem ez a dolog föl nem tűnt, amíg valahogy rá nem bukkantam, nem építészek, hanem ellenépítészek, ilyen demolition expert, tehát robbantási szakértőknek a nyilatkozataira, de vagy 20 emberére, akik arra specializálódtak, hogy mit tudom én, gyárkéményeket, meg régi nagy épületeket semmisítsenek meg úgy, hogy ezek függőlegesen pottyanjanak össze, ne úgy, hogy ledőljenek, és akkor mit tudom én, a szomszédházakat megsemmisítsék. Ez egy külön szakma. És ezek a szakemberek nyilatkoztak, és mindenki, aki ebbe a témában utazott, egyértelműen mondta, kérem, ez a mi munkánk volt, tehát valaki közülünk ezt megcsinálta. Hát hogy csinálják ezt? Nem úgy, hogy bazi nagy, mit tudom én, trotil tölteteket raknak oda, hanem ilyen, azt hiszem, hogy vas-alumínium keverék, azt begyújtják, és az nem robban, hanem helyileg hihetetlen hőt fejleszt, és ezeket az acél vázakat megolvasztja. Ezért tudtak ezek így függőlegesen össze roskadni. Ugye mindenki látta százszor az ikertornyoknak az összeomlását. Azt sosem szokták hangsúlyozni, amit a helyszínen levő emberek, körülbelül 110 ilyen nyilatkozat volt, hogy a tornyok összeomlása előtt nagyon sok pukkanást hallottak, sorozatosan pukkanásokat hallottak. Erről nagy kussolás van.
mert lehet tudni, hogy akkor mindkét torony, meg a hetes számú épületben is beindultak ezek a töltetek, és egyszerűen megolvasztották a támasztó oszlopokat, és ezért szépen a méltóság teljesen összerogytak. Na most hát hány igazi demolition, tehát ilyen robbantási szakértő van a világon? Hát 20-30. És ki hallgat rájuk? Hát senki természetesen. Elmondhatták a véleményüket egy videón, néhány építész, meg néhány szakértő még az utolsó pillanatban gyűjtött össze a helyszínen mindenféle mintákat, megtalálták ennek az alumínium vas, hát nem robbanó, hanem ilyen sallernek vagy olvasztószernek a nyomait, és utána ők még idejében ezt megszerezték, de utána beolvasztották az összes roncsot, nehogy valaki is erről tudomást szerezze. Ugye a Pentagon épületében, ami megint csak így félig összeomlott, egy darab repülőgép roncsot nem találtak. Semmit, semmit, egy bélyegnyit se, semmit. És a hetes épület, hát ugye az egy kormányépület volt. Érdekes, délelőtt 10-kor mindenkit hazaküldtek, és utána úgy magától összeomlott. Igen, Bangladesbe szokott magától, meg Kairóba ott összeomlanak épületek. Mert az egy olyan munka, ahhoz értenek. De New Yorkban én még nem hallottam, hogy csak úgy magától, mert elment a metró, úgy, mint a kártyavár függőlegesen. Tehát ez egy program, hogy hülyének nézzenek bennünket. Na most arról szeretnék sok-sok dokumentumfilmet bemutatni, amit mindenki láthat, szájtátva nézünk a tévéből, és nem veszük észre a lényeget. Azt akarom elmondani, hogy nagyon sok olyan lény van, amelyekről lehet tudni, hogy ezek semmi közük az evolúcióhoz, ezek tervezett a lényecskék. Nézzük meg most az első bejátszást. Ez az én egyes számú kedvencem, a Vénusz légycsapója. Ez egy ragadozó, húsevő növény. Ehhez nincsen hang. Arról lehet, tehát az az érdekessége, hogy a növény egyik oldala, tessék megnézni, hogy más-más színűek, egy olyan büdös anyagot bocsát ki, amire oda mennek a legyek, és akkor ez egy ilyen hívó izé, és vannak a növényen ilyen sörték, ezek érzékelők. És hogyha egyet meglök a legyecske, mint ugye az egérfogó, akkor beindul egy számláló, és ha 20 másodpercen belül egy másik ilyen pöcköt megérint, akkor abban a pillanatban összecsapódik íme. Látjuk, hogy mennyire speciális a levél szerkezete is, de az igazán érdekes dolog az, hogy a növény megemészti mind a kitint, amit egyébként sósavval se tudunk föloldani, hopp, és persze a húst is. Most ehhez egészen speciális enzimek sora kell. Semmiféle más növénynél ilyen nincs, és ennél megvan. És akkor mi oldja föl a kitint? Tessék mondani, hogy működik ez a természetben, mert azt mondják, hogy az evolúcióban szép lassan megy minden. Csak hogy ez a dolog, ez a húsevő növény nem működne, hogy ha nincsen együtt minden. Ugye ott kell lenni a számláló szerkezetnek, a 20 másodperces számlálónak, mert ha nincs ott, elrepül a légyszavasz. Ha nincs ott az érzékelő, nem működik. Ha nincs ott ez a büdös hús szag kiválasztó mirigy, ami mondjuk a rózsánál nincs ott, és ezer más növénynél nincs ott, akkor a dolog nem működik.
ha nincs ott az emésztő, amivel ugye maga a levélke felületén választódik ez ki, és sok ezer milliárd vegyület közül pont érdekes módon pont azok vannak ott, amelyek a kitint is, meg a húst is le tudják bontani. Hogy jön ez össze? Úgyhogy, mit tudom én, 1 millió évig az egyik levél van, aztán gondol egyet, és 1 millió év múlva egy másik fele is ott lesz. Aztán 1 millió év múlva érzékelő tüskéket növeszt ki, csak úgy hirtelen. És így tovább. Vagy először csigákkal próbálkozik, mert az lassú. És honnan van neki ez az izma, ami azonnal összerántja, ami más növényeknél nincsen. Tehát látjuk, hogyha egy ilyen eset bíróság elé kerülne, és van vádnak a tanúja, meg védelem, ez egy védhetetlen eset. Ennek mindnek egyszerre kell ott lenni, az egész csak akkor működőképes. Tessenek elmenni egy vasboltba, ha egérfogót vesz az ember, 4 alkatrésznek egyszerre ott kell lenni, a rugónak, a 2 pofánnak és a pöcöknek, amit az egérke megpöccint. Ha egyetlen alkatrész hiányzik, az egérfogó nem működik és eladhatatlan. Ugye? És azzal a dumával nem mehetünk a vasboltba, hogy hát jó az nekem, hogyha csak 3 alkatrész van. Mert nem fog működni. Eladhatatlan dolog. Tehát ez teljesen tarthatatlan, amit mondanak, hogy hát a természetben ugye a fejlődés lépésenként van. Van olyan is, ez nem, ma nem ez a vita tárgya, hanem azt mondom, mint mérnök, hogy tudom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen dolog összejöjjön, azokkal a speciális enzimekkel, amik lebontják majd a húst is, meg a kitint is, ez egy tervezett lény. Annak a lénynek, nem mondom, hogy ember, a fejében, vagy mit tudom én, miében, ott kellett lenni az ötletnek, hogy ez a növény hogy működjön. Különben nem működik egyáltalán. Na nézzük a következőt. Sok ilyen van. A tizedét se tudom levetíteni. A repülőhalról lesz szó. Ugye a halak nagy része azzal védekezik, hogy itt csordákba tömörül, és akkor a itt keringő ragadozók nehezebben tudják őket kiválasztani, és ez egyfajta védekezési taktika valóban. De ennek ellenére, hogy így rajokban szaladgálnak, azért elkapják őket. Tehát ez nem egy tuti dolog, hogy majd a másik hülyét elkapjátok. Ezek a halak viszont repülnek. Majd nézzük meg, mint a repülőgép, van elől egy nagy szárnyuk, és hátul is van a szárnyuk, ugyanúgy, mint most egy vitorlázó repülőgépnek, és ezek 100 méter tudnak repülni. Tehát megijesztik őket, kiugranak, és olyan messzire elmennek, hogy az üldözők egyszerűen nem találják őket. Tehát ez egy tuti tipp. Most lehetett-e ez esetleg lépésenkénti fejlődésnek az eredménye, mint amit nekünk iskolába mesélnek? Hát nem, semmiképpen. Mert az nem előny, hogyha, mit tudom én, 1 métert ugrik, mert akkor elkapják. Tehát az nem előny, hogyha csak, mit tudom én, a hátsó 5 centit harapják le belőle, és a többi megmarad. Nem, akkor megdöglik. Tehát neki teljesen érintetlenül kell megúsznia ezt a kalandot. Tehát neki már azonnal az kell, hogy meglegyen a teljes szárny elől-hátul, hogy repülni tudjon. A repülést kifejlesztették, van arra is dokumentumfilmem egyébként, emlősök is, hüllők is,
És persze a madarak, meg bogarak, stb. Egymástól függetlenül. És ezeknek egyszerre kellett ott lenni. Az nem megy, hogy mit tudom én, csak egy méter tudok repülni, aztán majd a gyerek egy méter és egy millimétert, és így tovább egyre jobb lesz. Nem. 100 méter alatt az egész dolog nem érdekes. Ahhoz meg már kifejlett repülőgép szárny kell. Különben nem megy. Nézzük a következőt. Na igen, ezek a zengőlegyek, és általában a zengőlegyek vitán felül a repülés bajnokai a rovarvilágban. A nőstény szemében a hibátlan kormányzás teszi vonzóvá a hímet. A hím úgy nyilvánítja ki jogát a territóriumára, hogy a lehető leghosszabb ideig igyekszik pontosan ugyanabban a helyzetben maradni. Ez nem könnyű, amikor mások is vannak a környéken, és ők is mind ugyanazt próbálják tenni. Úgy tűnik, mintha teljesen mozdulatlan lenne, ám valójában folyamatos változtatásokkal kell alkalmazkodnia a gyenge légáramlásokhoz. Bámulatos légi akrobatika ez, messze jobb, mint bármi, amire mi képesek lennénk egy helikopterrel. És mindez csupán azért, hogy meggyőzze a nőstényt, hogy milyen remekül őrzi a territóriumát. A túl közelre merészkedő vetélytársak elűzése fárasztó munka. Amikor a légy igyekszik egy bizonyos ponton tartózkodni a levegőben, még a kis árvaszúnyogot is el kell zavarnia. A lebegéssel töltött délelőtt során a hímzengő légy testtömegének akár a harmadát is elvesztheti. Nem csoda, hogy délben pihenőt tart és feltölti tartalékait. Párnaszerű szájszerveivel nektárt nyalogat. Miután a hímlégy üzemanyagtartályai ismét tele vannak, visszatér a területére, és a délutánt ismét a lebegésre szánja. Reméli, hogy újabb nőstényt csábíthat magához, amellyel párosodhat. Rendkívül éles látásával mindent észrevesz, ami nagy sebességgel húz el mellette, hiszen az akár egy nőstény is lehet. Megpróbálom megtéveszteni a fúvócsőből kilőtt borsószemmel. Itt most a történet nem a csajozásról szólt, hanem arról, hogy mi minden kell egyszerre ennek a legyecskének, hogy ez működjön. Tökéletes navigációs rendszer, tehát térfelismerés, és a repülési képessége az egyszerűen félelmetes. Ezt azért raktam be, mert én minden nap sokat biciklizek az erdőbe, és nyáron sokszor találkozom ezekkel, amikor a tekerek fölfelé izzadok, és körém gyűlnek. És úgy, hogy mindig körülbelül 30 centire vannak előttem, de némelyik 5 centire van a fülemtől, és állandóan ott zeng 2 kilométeren át, amíg megyek fölfelé, mert akkor nem tudok gyorsan a hegyre fölfelé pedálozni. Lefelé, amikor döngetek, akkor már nem tudnak követni. De mindig megdöbbentett a navigációs képességük, és amilyen gyorsan tudnak mozogni, szinte szemvillanás alatt mennek ide-oda. Most ez a lény akkor működik így,
és csak akkor, hogyha mindez együtt egyszerre itt van. De van a dolognak egy csattanója. A rendes házi legyeknél vettük észre, ugye, hát általános iskolában orosz órákon rohadtul utáltuk, és nyáron nyitva volt az ablak, elkaptuk a legyeket, és azt csináltuk, hogy röptettük őket. Tehát otthonról hoztunk kis babszemet, borsószemet, rákötöttünk egy madzagot a lábára, másikat a borsószemre, és reptettük, hogy, és azzal versenyeztünk, hogy kinek van erősebb legye, ki tud erősebb legyet fogni, és a rendes házi légy elképesztő nagy terheket tud vinni. A darázs is saját tömegével egyenlő tömeget tud vinni, néha bábokat rabol, néha megöl egy legyet, azzal száguld el. Csak nézzék meg a darázsnak a legyét, vagy a szárnyát, meg ennek az engőlénynek, picike. Na most otthon háromdimenziós aerodinamikai számítás senki se csinál, de ezt mások megcsinálják. És már a 30-as években, amikor a németek Prandtl és Kármán Tódor vezetésével először kezdtek igazán tudományosan számolni felhajtó erőt, már akkor érezték, hogy valami baj van. A dongó az először, ami a tudomány mai állása szerint nem repülhetne. Mert túlságosan nagy a potroha, túlságosan nagy a tömege, és ehhez nagyon kicsi szárny és felhajtó erő tartozik. Aztán egyik ismerősöm segítségével, aki ott áll, csinált olyan kísérletet a kérésemre Egerbe, hogy nyáron összefogdosott legyeket, betette egy nagy üvegkalitkába, leszívta róla a levegőt, és ennek ellenére tudtak ezek repülni. Hogyan? Nem kell neki. Egy kis oxigént kaptak 50 higany millimétert a 760-ból. Hogyan? Hát ez az. Ne, ő nem olvasta a fizika könyveket. Tehát teljesen másról van itt szó. Most arra nincs időm, hogy ebbe belemenjek, de elképesztő találmányok vannak az élővilágban. Menjünk a következőre. Ha a kolónia részére állandó otthont kell építeni, akkor vitán felül ezek az apró állatok a bajnokok, a termeszek. A termeszek a hangyákkal ellentétben vegetáriánusok, nem a darazsak, hanem a csótányuk leszármazottai. Hatalmas fészkeik nem csupán erődítmények, hanem élelmiszerraktárak is. Nem használnak más építőanyagot, csak földet és a saját ürüléküket. Fészkeik mégis gigantikus méretűek. Ha a termeszek akkorák lennének, mint mi emberek, némelyik váruk négyszer olyan magasra nyúlna, mint New York felhőkarcolói, a tövük átmérője pedig elérni a 8 kilométert. Ezek itt nem nagyon magasak, de más szempontból igen különlegesek. E termeszvárak mindegyike ugyanabba az irányba mutat. Északra és délre. Mintha iránytűk lennének. És valóban, gazdáikat iránytű termeszeknek hívják. Az építés során a föld mágneses teréhez igazodnak, ám az építmények orientációjának oka a napjárása. Reggel a felkelő nap sugarai a négyszögletes vár keleti felszínét érik. A termeszeknek a hideg éjszaka után fel kell melegedniük, ezért közvetlenül a felszín alatt futó folyosókban gyülekeznek. Később a hőmérséklet egyre emelkedik, ám a termeszek nem herülnek túl, mert a napsugarak ezt a felszínt csak ferdén súrolják. Délben a perzselő nap ereje csak a felső élen érezhető. Ahogy a nap nyugat felé halad, ez a felszín égetően forró lesz.
A keleti oldal azonban árnyékba kerül, és aránylag hűvös marad. A termeszek pedig azon a hőmérsékleten tartózkodnak, ami legjobban megfelel nekik. Na, ugye itt egy egész csodálatos építészeti eredményt látunk, a termeszvárat, ami hát még később taglalja a film, hogy mi minden a hűtése, a ventilációja, hogy működik benne, hogy tenyésztenek gombákat, stb. Tehát ez egy elképesztően komplex dolog. Megint arról van szó, hogy nem össze-vissza építik, és mindig ugyanúgy építik. Tehát valamikor valaki úgy tervezte ezeket a lényecskéket, hogy túléljenek, és ilyen építményeket képesek legyenek elkészíteni. Ez nem megy evolúcióval, hogy egyszer ilyet építek, aztán görbe alakult, akkor aztán kör alakult, nem megy. Vagy ilyen, mert ez használható, vagy a többiben megdöglenek. Miért tetszenek gondolni, hogy azonnal jól sikerült nekik? Hát annak idején a Marx téren még egy hidat se tudtak építeni, mert nem találkozott a kettő egymással. Ez az embereknek sem megy. Miért menne a hangyáknak azonnal? Megint baj van. Menjünk tovább. A jelzőfonalak használata a pókok egyik legkorábbi vadásztechnikája volt. A pókok azonban később sokkal rafináltabb szerkezeteket is építettek a selyemből. A kerekhálók látványát annyira megszoktuk már, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, mennyire bonyolult építmények. Egyetlen ilyen háló 6 féle selyem 60 méternyi fonalából is állhat, 3000 csatlakozási ponttal. Ráadásul egyes pókok minden éjjel újra szövik a hálójukat. A legnagyobb és legjobb hálókat a legtöbb faj esetében a nőstény készíti. Először át kell hidalnia azt a szakaszt, ahol hálóját fel akarja függeszteni. A legkisebb fuvallat is felkapja a fonalat, amelyet von, és elviszi valamerre. Ha szerencséje van, megakad egy megfelelő rögzítési ponton. Íme. Végigfut a fonálon, közben egy sokkal erősebb és vastagabb selyemből álló szállat húz maga után, majd rögzíti azt. Ezután visszamegy középre, és újabb fonalat ereszt le. Ezután megfeszíti. Felső kapcsolódási pont lesz a háló közepe, ahonnan sugárirányú küllőket indít. Ezeknek különösen erőseknek kell lenniük, mivel rajtuk múlik az egész struktúra alakja. Amikor a küllők elkészültek, középről kifelé haladva spirálist készít. Ez az első spirális elég ritkás, mivel csak időleges. Állványként szolgál, amelyen végigfutva a pók erősebb, ragadósabb és sűrűbben font spirálist alkot. Ez az. Amikor a fonál előbukkan a fonó szemölcseiből, ragasztóval vonja be, amelyet az utótestének másik mirigye termel. Amikor elkészült egy szakasszal, megeszi az ideiglenes támasztófonalat, mivel arra már nincs szükség, viszont értékes selyemből áll. A ragasztó bevonat először egyenletes. A pók azonban valahányszor rögzít egy szakaszt, megpendíti a lábával. A ragasztó ekkor cseppek sorozatára esik szét. Nagyjából egy óra alatt elkészül az egész bonyolult és elegánsan szimmetrikus szerkezettel.
Amikor egy rovar nekiütközik a hálónak, a fogóspirális megnyúlik, majd visszaugrik a korábbi méretére, anélkül, hogy torzulna az alakja. Ha nem így történne, katapultálná a rovart. A ragasztó cseppeknek kulcsfontosságú a szerepe. A cseppek felületi feszültsége minden laza részt megfeszít. Amikor a rovar becsapódik, kihúzza a cseppekben lévő csavarulatot, és a rovart az időleges mozdulatlanságig lassítja. Ezután a felületi feszültség mindegyik cseppbe visszahúzza a sejmet. A spirális fonál tehát nem szakad el, és a háló egésze visszanyeri szimmetrikusságát. A pók úgy ül, hogy lábait a küllőkre helyezi. A küllők rezgése átadódik a lábainak, ahol az ízületek apró érzékszerve jelzi a mozgást. Ezt mikroszkopikus rések borítják, amelyek a legkisebb mozdulatra is eltorzulnak. A pók tehát azonnal tudomást szerez minden rezdülésről. Riasztás esetén meghúzza a környező küllőket, hogy felmérje, pontosan milyen irányból és milyen távolságból érkeznek a jelek. A légy már majdnem kiszabadul. A pók közeledik. A fogóspirálison lévő ragasztó nem akadályozza, mivel a lábfejeit különleges olaj borítja. Amikor megragadja áldozatát, másfajta sejmet termel. A miniatűr mirigyek alkotta fonálszűrőből bolyhos fonál bukkan elő, amelyet a pók csomagolásra, illetve a jelen esetben halotti lepel készítésére használ. No, hát megint technológiai csodák sorát láttuk. Szeretném, hogyha mérnöki szemmel néznének erre az egész dologra. Hát először is az alapsejem, vagy pókfonál, az a jellemző rá, hogy sokkal szilárdabb, mint az acél. Sokkal, négyszer-ötször olyan szilárd, mint az acél, de nem Dunaújvárosban gyártják a pókfonalat, hanem vizes oldatból. És van egy következő furcsa tulajdonsága, hogyha csavarjuk, ugye csavarunk egy vasdrótot, akkor az, mit tudom én, a tizedik fordulat után elszakad. Így szokták, hogyha nincs az embernek csípőfogója, akkor így szakítja el. A pókfonál csapágyak végtelen sorából készül, tehát ugye a pók, amikor függeszkedik rajta, végtelenségig pöröghet, sosem fog leszakadni. Ilyet ember soha nem tud csinálni. Az összes kémiai Nobel-díjas nem tudna pókfonalat készíteni. De van még egy furcsa tulajdonsága. Ugye reggel mindenképpen van egy kis pára, és vízcsöppek megjelennek a pókhálón. De olyan a pókháló, hogyha egy kis pára éri, azonnal megnyúlik. És ez azért kell, hogyha reggel ráülnek ugye a csöppecskék, akkor a feszes szálak ugye sokkal hosszabbak legyenek, így megbírja a harmadcseppeket. Amint a nap felszárítja, és száraz lesz a levegő körülötte, vagy nincsen eső, akkor azonnal visszafeszül. Na, ezt tessék egy drótkötéllel megcsinálni. Nem megy, nem megy. Most itt pedig azt láttuk, hogy ez a pók, az átlagos pók legalább hatféle különböző sejmet tud készíteni, és a lábaim, mit tesz Isten, olyan olaj képződik, amin ő tud szaladgálni, nem ő nem ragad rá, de minden más rovar ráragad.
Tehát megint azt látjuk, hogy olyan sok dolog van együtt, hogy ez a dolog működőképes legyen, ez a csapda, ez a ragadozás, ami nem megy úgy, hogy egyenként, hogy na, megtalálom ezt az egészen speciális technológiai folyamatot, amivel tudok ilyet készíteni, és aztán majd egy millió év múlva kitalálom, hogy a lábam végére olyan spéci olajat fogok rakni, ami már nem csúszik. Egy millió évig beleragadok a hálóba, nem baj, nem baj, nem érdekes, ott vagyok, majd utána megoldom ezt a problémát. Nem megy. Mindennek egyszerre és azonnal működnie kell. Na most mindenki tanult itt biológiát, nem csak általánosban, hanem már gimnáziumban, és én tudom, hogy szegény biológia tanárnőmet, a hudák tanárnőmet ott égetném le ezekkel a dolgokkal, hogyha akkor lettek volna ilyen Attenborough dokumentumfilmek, hát nem voltak persze, de Attenborough filmjeit milliók nézik, és hány ember teszi föl ezeket a kérdéseket? Hát senki nem meri soha ilyen egyszerű műszaki dolgokról nem szabad beszélni. Ez tabu. Tehát itt a Sós Tibi nagy könnyeket hullat, hogy az UFO-król hazudnak, meg letagadják. Hát a pókokról. Hát mindenki látott már pókot. Hát a szemünk előtt hazudtolja meg, ha egy picit elkezdünk gondolkozni ezzel, hogy ez evolúció. Hát hülyeség, hát nem jön össze. Hát mindenki, aki legalább műszaki, nem antitalentum, hanem valami kis műszaki érzéke van, látja, hogy ez a dolog marhaság. Mennyi időn van még? Semennyi. Körülbelül a kétharmada még megmaradt a dokumentumfilmnek. Tiszta horror, meg szex az egész. Köszönöm szépen. Thank you.